Szervusztok! Szép jó estét mindenkinek! Nagyon kellemesek az energiák. Na, akkor szokásokhoz híven. Először is menjünk le Földanyához. Hát gyűjtsd össze szíved minden szeretetét. Tedd bele a fehér gömbödbe. És küldd le Földanya kristálymagjába. Indítsd el a szívteredből. Gerinc mellett végig lefelé. Medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett Földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba. Gömböd kilép a fejtetőn. Atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a gyermek. Támaszd meg a gerinced, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, és figyelj az érzéseidre. Kérem, 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 kérek minden égi lényt, a Teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. A sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magarmágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarájel, Teremtő Istenek, a Nagy Fehér Testvériség,
felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők. A csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén, belső gyermek vele született, lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe, borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját, és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, fölveszik a kapcsolatot az égiekkel, drága univerzum, és lehívjuk azokat az energiákat, frekvenciákat, rezgéseket, amire éppen most szükséged van. Érdekes, tiszta zöld lett mögöttem a háttér. Ezek szerint nagyon erős gyógyító energiák vannak most. Most már automatikusan fönn vagyunk az 5. délbe. Érdekes bordó vörös szín. Lilás beütéssel. Na, és megjött a zöld, bekuszott ez a zöld, gyönyörűszerű zöld szín. Ez a gyógyító, harmonizáló, frekvencia emelő. De gyönyörű színkavalkád, kék és zöld. És most leírom a minket támogató energiákat. A személyre szóló energiádat.
Szóval ne ijedj meg, ha korábban kaptál valami képességet, és most per pillanat nem érzed. Most liftezünk a világok között. Fölmegyünk, lejövünk. Visszamegyünk, lejövünk. Ami egyszer a tiéd volt, ez a tiéd is maradt. De érdekes energiák jönnek. Hát jó, belenyilalt a talpamba. Tehát az evolúciós lépés a DNS átalakításáról szól, de ahogy te magad tudatosabbá válsz, úgy te magad alakítod át a DNS-edet is. A gondolkodásoddal, a megváltozott viselkedési mintáiddal, az érzelmeiddel. Ezzel mit befolyásolod a DNS-edet? Egy jóval magasabb szintre emeled. Na ez a kvantum. Na, kedves égiek, segítőm. Most miket fogsz mutatni? A vasútvonalakat már ismerem. Na, csodálatos volt. Mint egy... olyan éles kép, tehát élő lenne, sőt, még annál is élesebb. Egy nagyon jó minőségű HD film. De olyan jó minőségű, hogy ilyet még nem láttál. Most is már itt van a kép, tehát ez az éles kép már itt van. Most egy Forma 1-es autót látok, de hogy mi köze ez a dologhoz, azt nem tudom. Így szemből egy Forma 1-es gép. Na most sötétedik a képkocka, most tiszta lila lett. De meg van felezve a kép, mert jobb oldalt egy
nagyon világos képernyő lenne, és bal oldalt pedig itt van ez az autó. Na most jobb oldalt pedig egy sugárút. Teli autóval világítanak a lámpáik. Éjszaka van valahol. Sok helyen jártam, de ebbe a városba még nem. Na most pedig lakóházak közé vitte. Ilyen 4-5 emeletes lakóházak. És nem egyáltalán egyformák. Különböző stílusúak. Na most valami pályaudvar előtt haladunk el. Bal oldalt van a pályaudvar, villamosinek. De nem, még ebben a városban nem jártam. Megint lila, meg kék lett, de most már sőt, egy méregzöld, ilyen fenyőzöld, lila és kék. És most, mint a villamos vezető helyén ülnék, és megy a villamos. Hát nagyon jó. Mint amikor elküldi az ember a tudatát, hogy nézzen meg valamit, de ez most nem tudatosan, nem tudattalanul. Nem értem, hogy miért. Na most befutottunk egy... Jobbra-balra fák vannak. Tehát villamossín, jobb oldalt, bal oldalt az út, és... ilyen fás... ligetes rész. Nagyon nagy város, az biztos. Jézus Mária, és a távolban ott van egy rakéta kilövő állás. De nagyon messze. Nem a mi szokványos rakétáink, mert ennek ez inkább olyan, mint egy űrsikló, de nagyon nagy. És
feljött a gondolat fejembe, hogy túl közel van egy nagyvároshoz ez a rakétakilövő állás, és mivel ha baleset történik, de nem, ez 100%-ig biztonságos. Már nem történhetnek balesetek. Jövő egyik lehetséges idővonala volna. Mert az érzés egy ilyen nagyon nyugodt érzés, hogy minden rendben van, minden tökéletes. Szóval a nem túl távoli jövő idővonala. Igen, ez már az ötödik dimenzió. Akkor megcsináltuk. Megcsináltuk, a Föld már az ötödik dimenziós idővonalában. Akkor a felemelkedés megtörténik, itt már meg is történt. És már az új energiák szabályozzák az életminőséget. De teljesen béke van, nyugalom van, a jó itt lenni érzés. Hú, tudom már, mi hiányzik. Nem látok reklámokat, ilyen villogó fényreklámokat. Vannak ugyan kivilágított részek, de sehol nincs egyetlen reklám se. Ó, hála Istennek, tényleg megváltozott. És az illat, a tiszta levegő, a tiszta oxigén. Na hát akkor megtanultuk tisztelni földanyát. Most egy hatalmas épületet látok, ilyen több emeletest, de ilyen szürkés színe van, és nem beton. Valami új építőanyag. Szóval 100%-osan természetes anyag, lélegző, lebomló,
én a harmóniában van a természettel. Még nézegettem, meg próbálgattam, hogy milyen ez az új épület, lakóépület. Ja, és mindenki saját maga rendezi be az életterét, és annyi szobát teremt magának, amennyire szüksége van. Van technológia, de ez egész másfajta, mint amit mi ismerünk most még. Hát itt minden ökó. És nagyon nagy zöld felületek vannak. Ha felemelem a fejem, mindig látom ezt a rakétát. Ott a távolban. És mint a fölülről néznek, itt egy öblöt látok, egy tengeröblöt. Na és ez a város, ez ilyen patkó alakban. De a tengerparti sáv az nagyon széles. Hagytak helyet a tenger élőlényei számára is. És az utcán nincsenek tömegek. Sétáló emberek vannak, nyugalomban sétáló emberek. Érezni ezt a jó energiát, ami itt van. Hát itt nincsen maszkulin energia. Itt csak normális, kiegyensúlyozott energia van. Na most látok egy igen érdekes alakú házat. Olyan, mint egy palack. Tudományos akadémia. Hittudományi kar. Nocsak. Hát itt sincsenek tömegek.
hogy hányan vettek föl képzést. Szóval ezeket az épületekkel a gondolatunkkal teremtjük, és egy konszenzus miatt látja mindenki ugyanolyannak, amilyennek megálmodták az álmodói. És milyen tiszta teremtő energia van itt most. Megint jött a zöld. És azért, hogy ez az új élet városa. És folyik itt egy patak, nagyon érdekes. Mert jobbra-balra ugyan beton van, de sokkal nagyobb teret hagytak, hogy a patak természetes úton haladjon. Itt már megoldottuk az éghajlat szabályozást. Nem vegyi anyagokkal, hanem egy direkt erre szakosodott csoport gondolati útján teremti meg az éppen aktuális időjárást, na ők ebben foglalkoznak, ez a munkájuk, amit örömmel is végeznek. Most van itt egy hatalmas nagy háztömb, és van rajta középen egy lyuk, olyan, mint a Távol-Keleten, amikor direkt hagynak üresen egy részt, mert ott az energiák áramlanak. Igen, tökéletesen ki van mérve. Na, előttünk egy hatalmas tér, egy ilyen fás liget, és van itt egy bejárat, oszlopok,
mint amikor a dóroszlop sor, és a tetején viszintesen egy összekötés, hát minden kőből van, egy nagyon hosszú egyenes, tetején össze van kötve, tehát az oszlopok össze vannak kötve, és ez egy múzeum. És akinek a szemén keresztül látom ezt a dolgot, az egy fiatal srác, aki többször kijár ide, mert van egy kedvenc oroszlánja ide bent. Remeg a kép előttem, valami nagyon erős energia érkezik. Hú, már belül remegek. Nem bizsergés, remegés. Fizikai test javítása, energia emelése. Hirtelen valami nagyon nagy erőt érezhetsz magadba. Tudod, hogy nagyon erős vagy, és te irányítod az energiákat, te irányítod a fizikai testedet is. Na most a combomba érzek valamit, hogy DNS átalakítás, na ezt fogod érezni a gerinc mellett végig, a bornáknál.
És egy nagyon jó érzés, nagyon kellemes érzés. Na figyelj befelé, figyelj az érzéseidre, és remélem te is kaptál egy-két képkockát ebből a városból. Hogy itt milyen nyugat és tisztaság van. Nyugalom, béke. Na, kedveseim, egy jó kis utazás volt előre. Vagy inkább csak információ átadása, hogy igen, megcsináltuk. Na, kedveseim, namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rátok, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, angyalaitok vigyázzák álmotokat. Sziasztok és jó éjszakát!